Helyreállítási forrásokkal kapcsolatban írt Márki-Zay Péter egy levelet az Uniónak, és hát abban megjegyzi, hogy ő is ki fog állni természetesen a magyar érdekek mellett, de vállaljuk azt, és ezt most itt többes számba mondom, mint ellenzék, hogy természetesen csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és azokat a pénzeket, amiket mi majd az Uniótól kapunk, remélhetőleg, hogyha megnyerjük a választást, azt nem fogjuk ellopni. Úgyhogy, hogyha erről egy pár szót mesélnél. Szerintem ez egy fontos kérdés, múlt héten merült föl, akkor, amikor a jelenlegi, és már csak néhány napig miniszterelnökként a nyakunkban ülő Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnök asszonyának, azért, hogy utána itthon ebből ők propagandát csinálhassanak. Mert ugye önök sem gondolják, hogy úgy működik az Európai Unió, hogy mondjuk Orbán Viktor, aki hetente találkozik Ursula von der Leyennel különböző EU csúcsokon, hogy ő neki egy pecsétes levélben kellene jelezni azt, hogy adjatok pénzt. Ezt azért tették, mert szerették volna a magyar lakosságot megnyugtatni, hogy Orbán Viktor is kap pénzt, hogyha ő kér, akkor kap. És mi meg tudjuk a valóságot. Azért írták Orbánék ezt a levelet, mert tudták, hogy március 8-án, tehát hetekkel korábban született egy Európai Uniós döntés, hogy az Ukrajnával szomszédos országok kifejezetten az ukrán menekültek ellátására, az ehhez kapcsolódó kiadásokra kapnak mi 300 millió eurót, ami egy óriási pénz, de annak megvan a helye. Tehát ezt az Orbán kormány sem ellopni nem tudja, sem pedig ami rossz hír nekünk, hogy ezt nem tudja befektetni a magyar jövőbe. Ugyanis befagytak a pénzeink. Jelenleg 6000 milliárd forintnyi úgynevezett helyreállítási támogatás, amit más országok alá tudtak írni, igénybe tudtak venni. Nálunk ez a pénz befagyott, és egyetlen egy eurócent sem érkezik ebből. És ez valószínűleg, hogyha esetleg maradna az Orbán kormány, akkor így is marad. Éppen ezért született a döntés, hosszan egyeztettünk miniszterelnök jelölt úrral és a stábbal. Márki-Zay Péter megfogalmazott egy levelet, és ez ma ment el az Európai Unió intézményi vezetőjének, tehát a parlament elnökének is, a tanács elnökének is, és a bizottság elnökének is, amelyben négy nagyon fontos tétel szerepel. Az egyik, hogy hitet tesz amellett, hogy a választásokat követően egy új Európa párti, és nem Putyint kiszolgáló kormányzata jön Magyarországnak, és leírja azt a levélben, hogy az egységes ellenzék egységesen gondolkodik az Európai Uniós Magyarország kérdéseiről. Az első intézkedések között meg fog születni a belépési nyilatkozat az Európai Ügyészségbe. Ez helyre tudja állítani a bizalmat, és az alapvetően azért befagyó forrásokat meg tudjuk kérni, el tudjuk kérni, amelyek azért fagytak be, mert hogy a magas szintű korrupció miatt és Kult Péter ügyészségének ténykedése miatt nem bíznak a magyar kormányzatban, nem hajlandóak tovább finanszírozni Orbán maffia államát. De ha mi jövünk és belépünk az Európai Ügyészségbe, és ez az első pont, akkor ez nyilván abban a pillanatban bizalmat teremt, és megnyitja a pénzcsapokat. A második, hogy mi újra tárgyaljuk ezt a bizonyos helyreállítási tervet, ugyanis a magyar kormány Orbánék úgy adták le ezt a tervet, hogy senkivel nem egyeztettek. Nem kérdezték meg Karácsony Gergelyt és a fővárost, hogy mit kellene ebből befektetni a fővárosba, de nem kérdezték meg még az egyébként a köreikbe tartozó sajnálói polgármestert se. Senkit nem kérdeztek meg. Olyan tervet tettek le, ami szabad szemmel is jól láthatóan egy dologról szól, hogy Mészáros Lőrincnek és a haveri körnek milyen nagy beruházási, gyors megrendeléseket, szerződéseket lehet biztosítani, hogy még ezekből az EU-s forrásokból is túlárazott módon nem az Európai Unió céljainak megfelelően olyan tartalmakra, amelyek nem a önök, vagy egyébként nem csak a solymáriak, de a záhonyiak, vagy a soproniak igényeinek megfelelnek, ilyen forrásokat akartak, vagy ilyen fejlesztéseket ebből finanszírozni. Tehát úgy újra tárgyaljuk, és emellett hitet tett Márki-Zay Péter. A harmadik fontos kérdés, hogy az úgynevezett 7 éves fejlesztési tervet tudják,
7 éves ciklusokban gondolkodik az Európai Unió. Nekünk ebben a 7 éves ciklusban, ebben 16 ezer milliárd forintnyi Európai Uniós fejlesztés a tét. 16 ezer milliárd. És a mai napig nem tudta elfogadni az Európai Unió az Orbán kormány által letett tervet, nem tudták aláírni a szerződést, nem csak a jogállamisági problémák miatt, a korrupció miatt, hanem azért sem, mert nem felel meg az Európai Unió célkitűzéseinek. És itt jön majd Detti, aki hosszan tud arról szakmai alapon is nyilatkozni, hogy Magyarországnak a zöld átállás szempontjából, és ez itt nem csak egyszerűen zöldítés, nem csak egyszerűen energia, hatékonyság, hanem az élet minden területét, a közlekedéstől, a nagy beruházásokig, az ipar átalakításától kezdve a valóban alapvető környezetvédelmi célok szolgálatáig. Ez nagyon fontos kérdés. Az Európai Unió ennek a pénznek a nagy részét, egészségedre is igaz, erre szeretné szánni. Tehát ez volt a harmadik tétel és a negyedik, amivel kezdted, és ezt nagyon örülök neki, hogy benne van a levélben, mert az én gondolkodásmódommal teljesen harmonizál. Leírja Márki-Zay Péter, hogy tisztelt Európai Uniós vezetők, nem ígérem azt, hogy nem lesznek köztünk viták. Mert hogy én Magyarország miniszterelnökeként és a koalíciós pártok, mi az Európai Unióval vitázni fogunk, hogyha a magyar érdekek sérelmét látjuk, de ezek a viták Európa, az Unió és benne Magyarország jövőjét szeretnék biztosítani. Ezek nem olyan típusú viták, mint amit most már látunk a tegnapi hírek óta, hogy kifejezetten Putyin előretolt kémieként vagy faltörő kosaként, de amiket az Orbán kormány kifejezetten az Unió hétköznapi és jövőbeni céljait is megakadályozandó az elmúlt időszakban lefolytattak. Úgyhogy erről szól a mostani levél, ezt ma megkapta minden európai intézményi vezető. Ez egy szimbolikus dolog. Márki-Zay Péter 4 nappal a választások előtt jelezte, hogy kormányalakításra készül, és a kormányalakításnál mi másképp fogunk tekinteni az Európai Unióra, mint Orbánék. Ennyit erről a kérdésről, Paks 2-ről szerintem Detti. Már csak azért is, mert szerintem az elmúlt napok biztos, hogy más prizmán keresztül mutatják az összes olyan megállapodását Orbánéknak, amiket mi is jól ismerünk, akinek eddig volt kételje abban, hogy Orbánt fogják-e valamivel Moszkvából, hogy Orbánnak sikerült-e a magyar érdekek helyett a saját kicsinyes és nem is kis tétekben mérhető pénzügyi, gazdasági, maffia érdekeit képviselni a moszkvai tárgyalásokon, azok az alapján, a hír alapján, amit most már tudunk, hogy a magyar külügyminisztériumban is, ezek szerint más kormányzati szervekbe is beköltözött tulajdonképpen az orosz titkosszolgálat, és minden egyes betű, lenyomását, szó megírását egyszerre olvasták az Európai Uniós vagy a NATO-s partnereink Putyin embereivel. Innentől kezdve talán megérthetjük, hogy most, amit művel Orbán, ami egy szégyen, amely Magyarországot véglegesen legalábbis az Orbán kormány végéig az Európai Unió és az összes NATO tagország közül kisodorta és megbízhatatlanná minősítette, ez szoros összefüggésben van azzal, amit most friss hírként kaptunk, és nyilvánvalóan Paks 2 szerződés ehhez szorosan ezzel együtt jár összefüggésben van. Úgyhogy itt az kis nyitó expozimban csak annyitban hagy foglaljam össze, Orbánisztán vagy az Európai Uniós Magyarország, erről kérdésen, és ha Orbánék ezt úgy akarják beállítani, amit művelnek, hogy mondjuk Detti vagy én, a gyermekeinket, vagy az önök gyermekeit, unokáit, mi az orosz-ukrán frontra akarnak küldeni, ez egy olyan mérhetetlen mocsokság, ami nem fér bele egy választási kampányküzdelembe. Itt jól látszik, hogy két világ küzd egymással, az egyik a putyini Orbánisztán, a másik pedig, amit mi szeretnénk. Remélem, hogy önökkel együtt. Mi már nem először vagyunk ilyen felállásban együtt Istvánnal. És nagyon reméljük, hogy nem utoljára, már csak azért is, mert hogy ezzel a borzalmas háborúval az elmúlt időszaknak az eseményei teljesen átértelmeződtek, és olyan dolgokkal szembesültünk, amire senki nem készült. És nagyon nagy igény volt a választókerületünkben arra,
hogy a helyi dolgokon túlmenően, amit alapvetően a közösségi programalkotásban összefoglaltunk, tájékozódjunk hiteles forrásból arról, hogy mi történik a nemzetközi szintéren, az Európa politikában. És azt a stratégiát választottuk, hogy az európai parlamenti képviselőinket meghívtuk ilyen eseményekre, és tőlük tájékozódtunk. Istvánnal az előző körben Nagykovácsiban találkoztunk, és egy nagyon átfogó betekintést kaptunk az akkori helyzetbe. Tessék jönni! De vendégünk volt már Donát Anna Pirisjászfalón, tegnap Dobrev Klára Budaörsön, Cseh Katalin szintén Nagykovácsiban, pénteken jön Zsámbékra. Szóval egy folyamatos tájékozódni akarunk arról, hogy mi zajlik ott kint, vagy itt bent, attól függ, honnan nézzük. Orbánék úgy beszélnek róla, hogy ott kint. Mi szeretjük emlékeztetni arra a honfitársainkat folyamatosan, hogy mi is az európai közösségbe tartozunk, Magyarország is. Tehát nem úgy beszélünk Brüsszelről, vagy a bizottságról, vagy az Európai Parlamentről, mintha valami külső dolog lenne, ami úgy megtörtént velünk, hanem rengeteg magyar embernek az akarata az, hogy mi ott vagyunk, és megpróbálunk a lehető legjobb döntésekre jutni együtt. És mindig ezt szoktuk Istvánnal is mondani, hogy az európai közösség az a kontinens legnagyobb békeprojektje. És szeretném most önöknek elmondani, hogy bárki, aki azt állítja, szerintem bármely magyar politikusról, hogy háborút akar, az az ember nem mond igazat. Mert akinek fia van, apja van, szerelme van, barátja van, kedves szomszédja van. Egyáltalán, és mindegyszer, hát, olyan is van. De hogy nem akarjuk háborúba küldeni a férfiainkat. Hát ez nem lehet egy választásnak a tétje, és milyen erkölcstelen állapot, hogy valaki odáig megy, és az Orbán Viktor, hogy azzal vádolja egy politikai ellenfelét, akinek rengeteg vitája van vele, hogy mi bárkivel ezt tennénk. Hát dehogy is. Én egy zöld pártból jövök, aki konkrétan pacifista, na az meg a másik, hogy tényleg a fegyvereket a legmesszemenőkig elítéli. Én azért azt gondolom, hogy a NATO tagságunk az egy olyan biztosíték. A NATO az egy olyan védésdac szövetség, ami Putyinnak is megállt mutat. Nekünk ott jó helyünk van. És Orbán Viktornak lett volna az a feladata, az elmúlt 12 évben, amikor megadatott neki, hogy két válság között kormányozza Magyarországot 2/3-dal, úgyhogy dőlt az uniós pénz az országba, hogy olyan kormányzati teljesítményt mutasson be, hogy ne az legyen ide mindenhova felírva, hogy nem tudom, 100% Gyurcsány, meg védjük meg magunkat tőlük, meg nem tudom, ilyen nem nonsense üzenetek, meg hogy háborút akarnak. Hol van az ő teljesítményüknek a mérlege? Miért nem arra büszkék? Miért nem azt írják ki, hogy ők mit elértek az oktatásban, az egészségügyben? És még mondhatnám tovább. Azt, hogy választások előtt ígérgetnek, azt már viszonylag megszoktuk. Ez egy régi jó szokása a politikának, csak sajnos azt is tudjuk, hogy mi a következő lépés. Azt, hogy utána 4 évig megint nem foglalkoznak velünk. És ez így nagyon nincsen rendben. Úgyhogy szeretném ezeket a vádaskodásokat visszautasítani. Ma erősen indult a napom, mert a CÖFÖT, ezt a fideszes álcivil szervezetet, azt rágalmazás miatt feljelentettem, és a helyi választási bizottsághoz fordultam, mert hogy képzeljék el, hogy ott hazudoztak rólam egy szórólapon keresztül, ez az ilyen standard szórólap, de rátették Márkizaj mellé szélbeletet, és teleírtak olyan dolgokat, amiket én sose akartam. Adóemelés. Hát miről beszélnek ezek az emberek? Úgyhogy az az egy szerencsénk van, hogy előre gondolkodtunk, és nem kifejezetten a CÖF miatt, hanem csak nem 10 millió magyar állampolgár miatt programot írtunk, sőt a külhoni magyarok miatt is programot írtunk, mert nemzetpolitikai programunk is van, és oldalra pontosan tudom megmondani, és így is ment be a rendőrségre a főjelentés, hogy hol van az igazság a mi programunkban, mi a mi vállalásunk, és hogy áll szembe az ő hazugságukkal, mert mi programmal indulunk. Nekünk van programunk. Ezt együtt írtuk. Itt, Pest 2-ben, 17 településen. Ha önök engem megválasztanak, akkor ezen fogunk dolgozni együtt. Olyan feltételek között, amilyen feltételek nekünk jutnak. Remélem, és itt szeretném még ezt elmondani és kérni önöktől, hogy teremtsünk együtt olyan feltételeket, hogy például az uniós források meg tudjanak érkezni, és ahhoz jelen tudásunk szerint kormányváltás kell. Mert hogy Orbánék korrupcióját nem fogják finanszírozni. És ez érthető is az ő
szempontunkból. Hát képzeljék el, hogy egy francia vagy egy holland politikus hogy számol el a sajátjai felé, hogy ti itt adóztok, kedves franciák, hollandok, németek, stb., és ebből Mészáros 60 pusztai birtokot épít magának. Hát ugye erről beszéltekünk hadházi, azt képzeljék el, hogy egészen elképesztő ilyen bunker birodalom van ott, van benne ilyen hűtőtermek is, amivel élelmiszereket fel tudok maguknak tankolni. Sonkát, kolbász, sajtot, Isten tudja, mindent tudok pakolni. Mitől védenek meg ők minket? Hát ők magukat akarják megvédeni, azért csinálnak bunkert maguknak, mint minden diktátor, mindegyik épített bunkert, hogy ő biztonságban legyen. Nem velünk van ő, nem rólunk gondolkodik, nem rólunk akar gondoskodni, nem számítunk neki. A 60 pusztai birtoknak a lényege az, hogy ő jól legyen. És az, hogy a Mészáros család, mert ugye minden tisztességes maffiának családa neve, tehát ők az első, leggazdagabb személy, mint Mészáros család Magyarországon. Azt szoktam mondani, hogy minden pénz, amit egy évben tanárainknak kifizetünk, az kb. 300 milliárd forint, de az összesnek. Neki a vagyona, Mészáros Lőrincnek, az 450 milliárd körül van. Nagyon durva. Ez egy érdekkör. És akkor még ott van mellette a veje, meg a szomszédja, meg a régi szobatársa, meg az összes többi, az összes oligarha. Kipörgették a pénzünket. Van egy szórólapunk, sárga színű NERPD alapján készítettük, rajta van, kiszámolták, egészen elképesztő, óránként keres 3 millió forintot az az ember, Mészáros, annyi közpénzt nyert. És itt jön az, hogy ezt mi nagyon sokan tudjuk. Akik talán néznek minket, nem mindenki tudja. Én az elmúlt napokban azért is a hangom egy kicsit már így kezden érdesebb lenni. Nagyon sok embernek mondtam el azt, amit a köztévébe kellett volna elmondani, ha lenne köztévénk, de hát nincsen. De lesz. Viszont az nagyon fontos, hogy ezeket a következő napokat küzdjük végig. Amit mondott a Márki, az úgy van, és ezt mondta Dobrev is, és ezt mondta Karácsony is. Mindegyik ezt mondta az a politikus, aki itt volt, és Újhely István is szerintem ezzel egyetért, hogy az életünk hajrája. És az van, a nagy igazság az az, hogy ezt a meccset, ezt akkor fogják lezárni, amikor az urdát becsukják, és az április 3-án 19 órakor fog megtörténni. Én addig itt leszek, ha törik, ha szakad, és mindenkit Pest 2-ben arra fogok kérni, hogy menjen el szavazni, ha esik, ha fúj, ha meleg van, ha bármi történik, és ha bármi ilyen hazugságot hall, vagy olyant, amiről azt gondolja, hogy bizonytalanná teszi, tőlem kérdezze meg. Én vagyok az a képviselő, aki tényleg... Mondta egy fideszes hölgy az előbb, hogy ne jöjjek közelebb, mert már rémálmai vannak, annyit lát engem. Hát mondom, a hála jó Istennek, mert akkor ezek szerint jól költöm a pénzt a Facebookon, meg sok helyen vagyok itt a választókerületben, mert mindig szembe jövök. Hát a rémálmokért én kérek elnézést, de azt gondolom, hogy ez egy szubjektív kategória minden esetre. Azt mondta, hogy mindenhol ott vagyok, még a bolt előtt és múltkor a vasútállomáson. Mit csinálok én itt annyit Solymáron? Mit? Dolgozom. És ha megválasztanak, ezt fogom 4 éven keresztül csinálni. Paks 2. Hát Paks 2-ről nekem egy nagyon karcos álláspontom van nagyjából azóta, hogy Orbán Viktor fölült a röpülőre és elment Moszkvába. Azóta a helyzet egyre rosszabb lett, én ugyanott tartok, mint akkor, egyrészt nem kellett volna aláírni, nem kellett volna elkezdeni, és a magyar népnek meg kellett volna kérdezni a véleményét arról, hogy hogyan kíván az atomenergiával együtt élni, de Paks 2 soha nem egy atomprojekt volt. Soha. Még a volt fizikatanárom is, aki teljesen atompárti, azt mondta, hogy nem haragszik rám emiatt, mert ő is látja, hogy ez egy korrupciós projekt. Ha Putyinnak, nem tudom, busza lett volna ennyi, akkor abból hoztunk volna sokat. Ha almája, akkor itt almaszőnyegek lennének. Teljesen mindegy volt neki, csak hogy Putyinnal együtt legyen. Ez volt a lényeg. Ez a szövetség ott megköttetett. És ezért nem szigetelte le az itteni otthonainkat, a házainkat. Én tudom, én végigkopogtattam Tínye, Tök, Perbál, Zsámbék, látom, rengeteg szigetelés kellene. És igazad van, István, jött volna a pénz, és te magad is dolgoztál ezen ott kint, hogy tudjon jönni, csak Lázár János, még miniszterként, addig tornászott, amíg a lakóingatlanokra szánt épületenergetikai forrásokat átiratta közintézményekre. És akkor jött, hogy a teken hirtelen megjelentek a napelemek, aminek persze valaki biztos örül, de jobban örültem volna, ha itt a térségben kevesebb gázt tudtunk volna használni. A gázpórázt ránk tette. Orbán nem segített rajta, pedig jött volna a pénz. Plusz ez a paksi projekt, mondjuk arról legalább még szavaztunk a parlamentben, most már a Budapest-Belgrádról már szavazni se lehetett, tehát egyre inkább megyünk bele ebbe a keleti függőségbe, és ez itt nem fog megállni. Ő minket nem fog megvédeni semmitől és senkitől. Egyébként már ereje sincsen,
Jó estét kívánunk, tessenek jönni. Ereje sincsen, hát a saját barátai magukra hagyták. Hogy menekültek az államtitkárok meg a fideszes képviselőjelöltek, amikor megkérdezték tőlük, hogy miért nem jönnek ide Budapestre a V4-eknek az illetékesei. Sorra mondták le, nem ülnek le Orbán Viktorral egy asztalhoz. Nem, hogy Brüsszel, hát a sajátjai is. Mindig ezt hallgattuk, hogy így a V4 mennyire közeli együttműködés, amely szerintem egy fantasztikus dolog lenne, ha rendesen működtetnék. Csak az a helyzet, hogy ők tudják, hogy Orbán egy olyan irányba megy, amilyenbe nem szabad menni a térségnek, mert egyszer már voltunk ott, és nem kérjük vissza. Ez a nagy igazság, nem kérjük vissza. Úgyhogy lehet hazudozni Orbán Viktornak, de nekünk a feladatunk az, hogy őszintén kérdezzenek meg tőlem bármit, nekem nyíltak a fórumaim, ott vagyok az utcán, tényleg a televízión keresztül, és tényleg mindenkinek mondom, írjanak levelet, telefonáljanak rám. Én ezeket igyekszem tisztázni, ezeket a hazugságokat, mert semmi olyan nem követtünk el, amit szégyelnünk kellene, nem kell lehajtani a fejünket, és senkinek sem kell Magyarországon, mert ezt a kormányt le tudjuk váltani, az ő szégyene, Orbán szégyene, nem a mi szégyenünk. Ami bizalmatlanság őt körüllengi kint, az az ellenzéket terheli. Az nem a miénk. Azt ő csinálta magának, és nem akarjuk ezt a terhet cipelni Magyarországként. És tényleg úgy szeretnék egy olyan országban élni, ahol nem az a téma, hogy egy országgyűlési választásokra készülve, hogy a szavazatszámlálóinkat ilyen belorusz ellenzéktől tanult technikákkal készítjük fel, hogy milyen csalások jöhetnek, meg iszonyatos energiákat teszünk bele abba, hogy tiszták legyenek a választások. Hát volt már ilyen, hogy dupla EBSZ misszió jött volna uniós tagállamba? Soha. Soha nem volt ilyen. Úgyhogy arra kérem önöket, biztos tudunk még beszélgetni, tiszteletben tartva, hogy az egyenes beszédbe kell menni, mert az még az a tévé, ahova be tudunk menni, és menjél, és mondd is el, amit ott kell. Én itt maradok önökkel, és tudunk beszélni térségügyekről, mindenről. Tényleg az a helyzet, hogy most vasárnap el fog dőlni Magyarország sorsa hosszú-hosszú időre. És most van szükségünk egymásra, és szükségünk van azokra is, akiket ők megtévesztettek, de érzik, hogy valami nincs rendben. Még nem volt háború, de furcsa ezt mondani, egy háború előtti időben. Zsámbékon odajött hozzám egy úriember, hogy Bernadett, én alapvetően Fidesz szavazó vagyok, de most már tényleg az van, mégiscsak van 3 gyereke, hogy bemennek az óvodákba, és ott ilyen nem átalakításokat akarnak. Mondtam, hogy nem, hogy tényleg én még ilyet nem láttam. Azt mondja, hát akkor át vagyok én verve. És így kell gondolnunk egymásra, hogy tényleg sokan úgy élnek, hogy ami a tévéből kijön, az az igaz, mert ezt szoktuk meg. Hát sajnos ez a legmocskosabb trükkök egyike, amit Orbán elkövetett, amit mondtam ott a székház előtt. Még semmit nem csinált meg a jogállam leépítéséből, de rögtön lenyelte a sajtót, tönkretette, mert tudta, hogy csak akkor tudja sikerre vinni a terveit, ha a sajtó vele hazudik. Ez volt, amit ő elkövetett, ez a szellemi kútmérgezés. És én nagyon várom már, hogy egy olyan közmédiánk legyen, ahol értelmes kérdésekről, értelmes emberek tudnak véleményeket ütköztetni. István, te nem félsz a vitáktól? Egyáltalán nem, én sem félek a vitáktól. Itt a térségben is lett volna egy a Budaörsi tévében, hát a Fidesz nem jött el. Ott ültem én a szélsőjobbos úrral, egészen döbbenet volt. Nem jött el senki. Ő jött el, meg én jöttem el. Hát aki fél vitázni, kedves miniszterelnök úr, meg az összes többi, miért megy a politikába? Mert az a vita, az a pillanat, amikor nincs mögöttünk propaganda média, nincs mögöttünk a sok milliárd, ugye, kedves Fidesz, ugye? Akkor ki meccs van. Ők ezeket nem akarják, ezeket a pillanatokat. Márpedig Magyarországon önöknek olyan politikusok kellenek, akik képesek nyílt lakossági fórumokat tartani, képesek vitába menni, képesek kulturáltan viselkedni az Európai Uniónak a szövetségében, és egyáltalán képesek az emberek a mindennapjaink problémáival törődni, és nem pedig ilyen háborús szlogeneket puffogtatva megkaparintani a hatalmat. Ez nem lehet cél, nem így akarunk élni, nem ilyen országban akarunk élni, és én azt remélem, hogyha változás van, itt Pest 2-ben is végre nyugtunk lesz, és ma is egy hölgy, amikor ott volt Hatházi, elmondta nekem, hogy a saját szüleivel olyan vitája van, hogy őrület. De másik, hogy Budaörsön mondta pont, hogy hát a párkapcsolata van veszélyben emiatt, a politikai szembenállás miatt. Kell ez nekünk? Kell ez? Most komolyan így akarunk élni? Mert én nem. És Karácsony nagyon jól megmondta, hogy össze kell rakni újra az országot. Most nem mondom, ez a hídépítés, már sokan mondták, de
De meggyőződésem, ha ez a szellemi kútmérgezés eltűnik, és képesek vagyunk arról beszélni, hogy a 10-es útnak meg kell épülni a M10-esnek, M100-asnak, mi legyen a pedagógusok bérével, olyan kérdésekről, amik a mindennapokban fontosak, akkor nem fognak rámenni az emberi kapcsolataink arra, hogy itt a politika zajlik. Túl sok, elég volt ebből. Váltás kell. Ezek már megkötött szerződések, és most nem csak a Paks 2 szerződésre gondolok, hanem hát volt nekünk egy másik nagy keleti partnerünk is, csak most a háború miatt azért ez egy kicsit háttérbe szorult, itt Kínáról beszélek, és nem tudom, láttátok-e, hogy már mém is lett ez a Belgrád-Budapest vasútvonalnak a vasút az a vonatozás ott, és az integetés az üres, nem tudom én, pályaudvarnak, és itt van a Fudan Egyetem is. Tehát, hogy mit fog tenni az új kormány ezekkel a szerződésekkel? Ha pillanatra visszatérhetek a detti gondolatmetéhez, és aztán válaszolok, mert két dolgot muszáj hozzáfűzzek, és a terhet, ami egyelőre csak nekünk néhányoknak, akik az EU-s intézményekben dolgozunk, még mi szembesülünk vele, a mi vállunkat nyomja, de muszáj beszámoljak róla. Akkor, amikor az ember, és minden héten jövök-megyek, tehát én általában hétfőn kimegyek, és akkor csütörtökön hazajövök, és most kivéve ez a hét, mert felmentést adtam magamnak, hogy végigjárhassam az egész országot. Köszönjük. És most itt lehessek veled például. Köszönjük, veletek, köszönjük. Önökkel. Na, én köszönöm a hívást. Senki nem érti, hogy mi van velünk magyarokkal. Nem értik. Mert hogy az az igazság, hogy annyi delegáció jött már, annyi nemzetközi független objektív sajtóorgánum megírta a magyar valóságot. Most az elmúlt napokban lengyelek, németek, egy francia delegáció, csak akik a kampányba bekapcsolódtak, hogy lássák, érzékeljék a hangulatot. Éppen Bárány Balázs, Solymári barátom, önkormányzati képviselő, aki ugye mi nemzetközi igazgatónk, ő kíséri általában ezeket az újságíró delegációkat. És azt mondják, hogy ez döbbenet. Ilyen az Európai Unió egyetlen egy másik tagállamában sem fordulhatna elő. Nálunk egy nap alatt, ami balhé kitudódik, az 4 évig nincsen más országokban, mert ha egy ilyen előfordulna, bukna az egész kormányzat mindenestől. És ehhez képest azt nem értik, hogy mi, magyar emberek, ezt miért tűrjük, és hogy tűrjük. És csak azt a terhet szerettem volna megosztani önökkel, hogy én most könnyen válaszolom mindenkinek, hogy Orbán Viktor nem a magyarok nevében teszi mindazt, amit tesz. Bocsánat, nem személyeskedés, de az, amiről például most megtudtuk, hogy egyébként a orosz kém hivatásra szakosodott különböző szakszolgálatok hogyan költöztek be a magyar külügy napi levelezésébe, hát elnézést, az önök, a te képviselő jelölt ellenfeled, és egy normális esetben ez egy teljesen nemes versengés, de hát ott van a közepén a dolognak, a botrány közepén. Láttam egyébként most több nyilatkozatát, hát bizony meglehetősen remegnek, mert ők is érzik, hogy ez már nem egyszerűen egy füllentés kérdése, vagy egy hazugság a nemzetközi sajtóba, vagy egy hazugság itt Solymáron, vagy nálunk Nagykovácsiba, hanem ez bizony a nemzet biztonságát kockára tevő és a haza érdekeit eláruló tevékenység, amit műveltek, amiről egyébként Menczel Tamás is pontosan képbe van, és ezt a rendszert szolgálja. Én most könnyen mondom azt minden külföldinek, amikor engem megkérdez, hogy nem a mi nevünkbe teszi ezt Orbán vagy Menczel. Nem. Mi Magyarország szebbik, jobbik, demokratikusabb arca vagyunk. De mit mondok, ne adj Isten, hogyha április 3-án a magyar nép, még ha ilyen-olyan csalások mellett is, mert tudjuk, hogy miket csinálnak, de a magyar nép felhatalmazásnak ad nekik ennek a tevékenységnek a folytatására. Tudják, ez az a szituáció lesz, mint amit sajnos megélünk például most Putyin agressziója kapcsán. Mert hogy én mindig nagyon vigyázom kell arra, hogy azt mondjam, hogy a putyini agresszió, nem az oroszok a hibások, Putyin a hibás. Ne egy egész népet hibáztassunk. De ugye, hogyha be egymás közbeszélgetnek, akkor a végén mindig úgy kerül a szó a kérdésre, hogy az oroszok háborúja, az oroszok agressziója, az oroszok tankjai, az oroszok gyilkosságai gyermekek ellen.
kórházak ellen, színház ellen. És nem szeretném, hogy úgy járjunk, hogy egyébként április 3-án esetleg a társadalom egy része mégiscsak úgy dönt, hogy kellőképpen meg van ahhoz vezetve, hogy azt higgye, hogy arra van előre, amerre Orbán mondja. Ezért nem tudom, mennyi esélyem lesz még így a elindulásom előtt, csak azt szerettem volna elmondani, hogy fej-fej mellett állunk. És abban biztos vagyok, hogy egyébként ezt a körzetet meg kell nyerni. Ez detti 300 szavazat hiány majdnem megvolt 4 évvel ezelőtt, és akkor ott volt 3 különböző ellenzéki induló. És most ennek meg kell lennie. Az elégedetlenség a kormánnyal szemben sokkal nagyobb, a te támogatottságod és az ellenzék összefogása az pedig sokkal egyértelműbben közös szavazó réteggé hozta össze a mi támogatóinkat. De ez 106 körzetben kellene így legyen, és ez a lista esetében is így kell, hogy legyen. Ezért csak szeretném továbbadni a felelősséget és a feladatot, hogy mi nem biztos, hogy eljutunk mindenkihez vasárnapig. Én ma beálltam call centerből, másfélre telefonálgattam. Lájkoltam. 60 embert hívtam fel, ebből 45-en vették fel körülbelül. Megállás nélkül telefonáltam. Sejtetik, ha bemutatkozom, akkor nem olyan egyszerű nekem beszélgetni, mint egyébként egy kedves aktivistánknak, akik megbeszélik a dolgokat. Én aztán kaptam rendesen a választóktól a véleményeket. Megvan a kormányváltó hangulat. A kormány sajtója és sajnos egyes ellenzékinek mondott formációk is megpróbálják lehúzni a hangulatunkat, megpróbálják depresszióba sodorni az egész ellenzéket. Ez a lényeg, mert hogy azt akarják, hogy maradjon otthon az ellenzéki szavazó. Úgy sem lesz változás. Rajtunk áll vagy bukik az április 3. Fej-fej mellett vagyunk egészen biztosan. Csak az a kérdés, hogy akik azt mondják, hogy ebből elég volt, azok elmennek-e szavazni. Ezek pedig az önök szomszédai, az önök barátai, az önök munkatársai. Ezt szerettem volna hozzátenni egy plusz információval, mert ami nagyon fontos, szerintem az utolsó napokban döntő kérdés lesz, hogy elhiszi-e a magyar lakosság azt az osmányságot, amiről mind a ketten beszéltünk, hogy mi háborúba akarnánk sodorni Magyarországot. Ez egy fontos kérdés. Nekem a telefonáló közül minden második megkérdezte, hogy Újhely úr, most ígérje meg, hogy ez nem igaz. Minden második. Így van. Tehát ezt muszáj elmondani mindenkinek, hogy ez egy ocsmány hazugság. Így van. Muszáj megkérdezzük, hogy ki tud hosszú távon nagyobb biztonságot és békét adni ennek a hazának és gyermekeinknek, unokáinknak. Egy egységes Európai Unió, vagy egy onnan kisodródott, és Orbánnal, meg a belorusz Lukasenkával, még másokkal barátkozó Orbán. Meggyőződésem, hogy egyébként generációkra előre nézve csak az európai közösség tagjaként van biztonságunk. Minden szempontból szociális biztonságunk, vagy éppen katonapolitikai, harcászati szempontból való béke biztonságunk. És a harmadik pedig, ami nagyon fontos információ, és ezt is tovább kell adjam, hogy az Európai Bizottságtól tudom azt, hogy Orbánék már jelezték, hogy brutális megszólító csomagra készülnek. Mert hogy a másik, amivel Orbán próbál nyerni, az egy durva osztogatás, egy választási osztogatás. 1400-1500 milliárdot osztogattak úgy szét, hogy egyébként nem gondolták annak végig a fenntarthatóságát, főleg úgy, hogy ők is tudják, hogy nem kapják meg az Európai Uniós forrásokat. Ezért miután van egy szabály, ez egy európai szabály, április 15-éig, itt van a nyakunkon, kellene leadja, vagy kellett volna leadja, hiszen több ország kormánya már március végén ezt leadta, vagy leadja. Mostanáig kell leadja a magyar kormány a következő fél év magyar költségvetési számait, várható inflációs számait, növekedési számait, és ugye ez az úgynevezett konvergencia program, tehát az, hogy hogyan készül a költségvetést egyenesben tartani. Varga Mihályék már jelezték Brüsszelnek, hogy 1700-1800 milliárdot ki kell szedjenek a költségvetésből, úgynevezett kiigazítás. Mi ezt tudjuk, mi ez a kiigazítás. Honnan lehet elvenni pénzt? A nyugdíjkasszából, tehát vissza fogják vinni, vagy pedig elinflálják a nyugdíjakat, hiába kapott most valaki 13. havi nyugdíjat. A szociális intézményrendszerből, mert ott van pénz,
amit az állam a saját költségvetésében meg tud nyesni, az egészségügyi intézményrendszerből, hogy ebből hogy lehet még kiszedni Magyarországon pénzt, az talán, de onnan tudnak kiszedni, másonnan nem, mert ott van nagy kassa, meg az oktatásból. Mind olyan terület, ami egyébként a hétköznapi életünket, életminőségünket érinti. És csak azért, mert Orbán nem fog pénzt kapni az EU-tól, erre a megszólításra készülnek. Ezt adják át a szomszédoknak. Muszáj, hogy józan eszünket elővegyük, és így nyerjünk. Kérdésedre két mondatba válasz. Minden ilyen szerződést azonnal át kell nézni. Olyan szerződésekről beszélünk, amit nem ismerünk, nem láttunk. Nem azért, mert lusták vagyunk, hanem mert nem engedtek minket ezt megismerni. Nem hogy a lakosságot, de még a választott képviselőiket sem. Ez vonatkozik a Belgrád-Budapest vasútvonalra, ami meggyőződésem szerint kifejezetten Mészáros Lőrinc vasútépítő cégére lett kitalálva. Magyar érdeket nem szolgál, csak Orbáni érdeket és kínait. Ez vonatkozik a Fudan Egyetem kérdésére is, és vonatkozik Paks-2-re is. Paks-2 kapcsán egyébként az a hírünk van, hogy miután az Európai Unió következő súlyos döntése egészen biztos a Rosszatommal való minden együttműködés felfüggesztése és felvontása lesz, ezért ha az Európai Unióban akar maradni Magyarország, akkor kénytelen ehhez igazodni. Ráadásul a Rosszatom maga is az elállással gondolkodik, mert ilyen körülmények között nem tudják végigvinni a szerződést. De legalább látni fogjuk, hogy kik hány százmilliót kaptak előkészítési, tervezési, projektmenedzseri, kommunikációs, nem tudom, olvasták-e Rákai Filip sűrűn járva a Rosszatomhoz, ide a losdásbökőt, hogy szerződése van, kommunikációs szerződése a Rosszatommal. Mai hír. Önökkel vagyok egész nap, vagy este olvasom. A Fudánnál én hagy énekeljek ki az ellenzéki kórusból annyiban, hogy én nagyon szeretném, hogyha Magyarországon egyszerre egy CEU, egyszerre egy komoly francia egyetem, egy német egyetem, és a Fudán is itt lenne, és versenyeznének nem csak a magyar diákokért, hanem versenyeznének a térség diákjaiért is. Minket ez emelne. De ilyen Fudán szerződést azon a helyen, ilyen egyoldalú magyar állami finanszírozása nem lehet végigcsinálni. Újra kell tárgyalni, és ez vonatkozik a vasút vonalra is. Utolsó mondatom, én elég jól ismerem Kínát, nem csak az Európai Uniós kapcsolatok felelőse vagyok, hanem a kínai kapcsolatoknak is én vagyok ellenzéki oldalon az egyik felelőse. Kína örömmel köt olyan szerződést, amelyben mind a két fél nyer. Ilyen a kínai nép. Ha jártak már Kínában, vagy jártak már kínai piacon, vagy próbáltak üzletet kötni kínaiakkal? Mindenkinek legyen jó. Ez a kínai alapállás. Kereskedő, ügyes üzletemberek. De hát, hogyha a magyar kormány egy olyan üzletet visz nekik, ami nekik jó, Magyarországnak nem, Kína arra sem mond nemet, hiszen a magyarok vitték az üzletet. Csak éppen nem nekünk, mint magyaroknak, hanem egyes cégeknek volt jó. Ezért úgy kell felülvizsgálni minden ilyen szerződést, hogy vagy felmondásig tárgyalni, vagy olyan megegyezésig, ami nekünk, mint Magyarországnak, a hazánknak jó.